Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszélő, és folytatjuk a My Little Pony Game of Thrones-t. Nos, legutóbb ugyebár ott hagytuk abba, hogy elkezdtem csinálni amikor ez a felvétel készül, úgy van most. Tehát a 2016-os szívmelegi küldetéseket, és hát azzal még ugyan nem lettem készen, viszont volt egy másik olyan feladatom, hogy meg kellett szerezni, ugyebár a szív az elmúlt szívmelegi estek szellemét. Magyarul, hát AJ-nek a szellem külsejét, ha fogalmazhatok így. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy azt akarom megmutatni, hogy ugyebár mondtam, hogy azt nem fogom megcsinálni nektek videóban, mert nem lesz rá szerintem elég időm. Úgyhogy csak lefotóztam, szóval megszereztem az utolsó ünnepi szer, tehát ezt a Holiday Potion-t, ezt a különleges főzetet. Bele is fizettem, és át is vettem ezt a szellemet. Szóval... most ott fogjuk folytatni, hogy ki is rakjuk őt. Emellett persze még meg is szereztem, mert ezt nagy szerencsével képzeljétek el, 53. helyen végeztem, de végül megszereztem Perfect Place-t is, úgyhogy őt is ki fogjuk rakni. Egy olyan dolgot szeretnénk megmutatni nektek, hogy képzeljétek el, most meg lehet 80%-os kedvezménye 2300 forintért venni. Hát ez a jelen szívmelegi estek szelleme akar lenni. Mert ez Pinkie Pie-nak a külseje. Vagy legalábbis úgy néz ki, hogy Pinkie Pie ez a szellem. Van itt még egy óriás gömb fenyődísz, hogy így fogalmazok meg 300 forint. Nem tudom, lehet, hogy meg fogom venni, vagy lehet, hogy nem kéne, na mindegy. Mik az újdonságok ezek a mostani eventekben. Igazából csak ezek vannak, meg ez például a kutyát sem érdekli, legalábbis engem biztos, hogy nem. Valaki lehet, hogy érdekel a sár, vagy éppen a szív, de engem nem. Na! Akkor ugyebár, pardon, nekünk az a feladatunk, hogy akkor kirakjuk ezt a szellemet. Ó. Jé. Ez is egy ilyen házban lakik, mint izé. Mennyi idő még elkészül? 16 óra. 16 tonna fekete szén. Ja, mint Red Nurse hát. Pedig hát ennek a szellemnek valami más házba kéne, hogy lakjon. Mi? Nem, de mindegy. Jelen helyzetben most inkább kirakom őt. Mondjuk, hogy most úgyse tudom másra költeni ezt a kis pénzt. És itt is jön a szellem. Léghajóval, értitek? Nem, hogy inkább valami más módon jönne, mivel hogy ő szellem, de azért értitek. 8 óra munka, 8 óra pihenni, 8 óra dolgozás, de 8 óra kell, míg vele lehet játszani. Szóval, Spirit of Hearth's Warming Path. She's make you remember if you think you're darned. When it comes to the path, she's very transparent. Transparent. A transparent az mit is jelenthet? Mindegy. A lényeg az, hogy ez a szellem, hát nagyjából arról szól, hogy ez a szellem akkor, hogy ez a szellem a régmúltat idézi föl, fölidézi a régmúltat. Ugyebár. Gondolom ez ugyanott lakik, gondolom ez ugyan, hát egy helyen lakik, mint mi? Hát ugyanazon a helyen, aki... Ne, szóval, hogy a másik szellem is ebben a házban, aki gondolom én. Hát egy ilyen... ellentétben ennek nincs hangja. Milyen érdekes. Jó. Van egy kis csomó... Na, mi volt ez? Hé! Hey! Ne ugrálj! Hello! De ez a szellemet csak gondolom játszani lehet. Tehát majd nem is néztem. Szóval ez a szellemmel csak játszani lehet. Jó. Nem sokat hallottam ezzel a küldetéssel, még ennyi van hátra nekem. De majd megpróbálok valami gyorsabban összevonni. Viszont van nekünk egy ilyen icike-picike csomagunk. Ami azért van, mert ugyebár mondtam, hogy megszereztem Perfect Paste-t, és megkaptam érte a jutalmat. Ezt a 55 gemet. Igen, ez
tudjuk. Na, de először egy olyan hely, először elmegyünk Sweet Apple Acres-be, mert ugyebár nekünk ott van két feladatunk. Először is az, hogy mielőtt belekezdenék, elmondanám, hogy nem Big Mac-et fogjuk először berakni a termelőbe, azt inkább úgy csinálom meg, hogy először megcsinálom ezt az adatást, és majd utána. Más dolgot jöttem megcsinálni, szóval az egyik az, hogy megcsinálom az adatást. Hogy ezzel haladjak. A másik pedig az, hogy berakom Sweetie Belt egy termelőbe. Kérdés az, hogy melyik termelőbe tudnám berakni. Azt hiszem itt volt. Ample Bloom-ot is be kéne valahol rakni. Majd ide jó lesz. Elnézést. Na! És akkor elmegyünk még Kenterodba is. Mert ugyebár van, de még Perfect Pace-t akarom kirakni. Az az igazság, hogy szerintem Perfect Pace nem is tudom, lakik ő vajon valahol, vagy mindjárt kiderítjük. De előbb egy alkó csinálni, mert láthatjátok, hogy van egy kis ajándékcsomagom, az ingyenes, remélem legalább egy gemet ad. Más nem is kéne nekem nagyon, de semmi értékes. Nem ad, mint mindig. Na se baj, egyébként azt elfelejtettem mondani, amikor bejött a frissítés, hogy most már megint úgy töltött képernyőn van a játék, amikor kilépünk az egyik feladatból. Tehát nem töltött képernyő van, hanem csak ez a vissza a játékba töltött képernyő van berakva. Ugyebár. Na. Először aratunk egy-két dolgot. És akkor most pedig, pardon, kirakjuk Perfect Pace-t. Úgy tűnik, hogy külön házban lakik. Na jó. Kéne megint áskálódni, én úgy érzem. Milyen érdekes, hogy 13 óra 53 perc kell meg 20 másodperc, míg elkészül. Milyen érdekes. Na jó, mivel most úgyis kaptam 50 gemet, azért úgy döntöttem, hogy ledurantok megint egy ilyen 10-eset, hát ha ezek közül bármelyik összejön már. Sok remény nem fűzök, de megpróbálunk ledurantani. A Selma technikát ismételten kihagyjuk, mert na, bezsegosni, akkor megadja azt az egy gemet a játék. Jó, nem baj, akkor lesz legalább még egy durantásom. Hogyha úgy nézzük, ha? Persze. Miért is adna nekem, értitek, hogy miért lenne velem olyan jó ez a mostani alkalom, ez a játék, hogy megadja nekem. Mert nekem igazából csak egy mond kéne, aki fontos, az pedig fotófinis, de hát azt se kapom meg. Csak ilyen backokat kapok, ritkén mindenféle backot kapok. Na jó, még egyet. De tényleg nem fogok most már belefizetni semmit se. Na. Hát erről ennyit. És így úszik el megint egy csomó gemem. Na jó. Legjobb volna mondjuk, hogyha a fotófin is beadnák úgy, hogy meg lehessen őt szerenni Solventben, mint ki is volt? Az Uppercrustot. Na mindegy. Más feladatunk nincsen, igaz? Igazából arra lennék konkrétan kíváncsi, hogy pardon, ezek közül nincsen meg valamelyik dekoráció. Ezt a óriás Equestria hógömböt, ezt meg kéne szerezzem, meg akarom nézni, majd lehet, hogy majd megszerzem valahogy még, hogyha megmarad. Állítólag ezt megcsinálták. Aha, már megcsinálták végre ezt a tavat. Jó. De muszáj, hogy izé? De várjátok, hogy most muszáj neki... Ja, hogy anélkül is, tehát az animációt csinálja,
Csak hogyha rábökünk, akkor a hangot is ad hozzá, és akkor előről kezdi. Na, most rá meg van csinálva az animáció. Ez tetszik. Jó, minden el van helyezve? Igen. Menjünk össze, nézzünk fel a kristályplotában, már olyan rég volt, amikor fölnéztem. Úgy sincsen más dolgunk, mert csak ennyi lett volna az egész feladat, hogy kirakjak két új pónit, viszont az egyiket tudtam csak átvenni, mert Perfect Place kiderült, hogy külön házban lakik. Igen, ezt tudjuk. De legalább valami karácsonyi dekorációk lennének ide rakva. De hát még az sincsen. Meg azért itt-ottam ott egy-két havat elfogadnék. Bár igaz, hogy a kristályszív az pont, hogy kizárja a havat. De azért akkor is el kéne. Mindegy, menjünk egyet azért Hemsvinivel játszani, csak hogy valakit vigyünk. Hát, mivel neki olyan kicsi na! Belagoltam. Kicsi a pontszáma, ami hiányzik, ezért csak egy ezest megyünk vele játszani. Téma. Hát... Na, jó van, de hát úgysem nagyon számít, azt mondom, hogy egy picit elrontottam. Téma. Tudjátok, megtudtam, hogy melyik az a 12 új póni, ami érkezett a játékba. Hát jó sejtett, jó volt az elképzelésem azon a téren, hogy most berakták az összes tört, a színvelegi történetben szereplő karaktert, viszont egy karaktert nem raktak be, mi a történetben volt. Nincs benne a harmadik szellem. Addig repüljünk. Pardon. Értitek? Az elmúlt, meg a jelen szívmelegi estek szelleme benne van a játékban, viszont a jövőbeli szellem, hát az nincs benne. Nem, mert úgy gondolják, hogy az már túlságosan nagy gesztus lenne, hogy őt berakják, mint használható karaktert. Jaj! Ezt nagyon bírom, emberek, amikor az embernek van egy elvárása, hogy ha már ilyen frissítést csinálnak, akkor minimum ebben a frissítésben lévő karaktereket, ezekben a frissítésekben az ember elvárja, hogy berakjak egy pár olyan karaktert, amit szeretne. Nem, a harmadik szellem nincs benne, mert az túl nagy gesztus lenne. Mert a külseje miatt leginkább egy instant 5 csillagos pónira kéne lennie. De miért? Az olyan nagy baj lenne? Van már így is annyi instant 5 csillagos póni, és akkor még... Na jó van. Aj, ez az, ami leginkább engem mindig fölhúz. Na jó, menjünk vissza Kentelóba, mert el akarom helyezni még Hemsvinit. Lehet, hogy be tudom valami jó kis egycsillagos termelőbe rakni, ahol olyan póni van. De milyen póni kell ide? Nagy... Hát eléggé. És ide is. Nem tudom berakni sehova, igaz? Nincs olyan... Nem, nincs. Nem bírok kilépni. Nincs olyan, ahova be tudnám őt rakni, igaz? Hát nem. Nem nagyon van rá esély. Várjunk ide. Nem ide, meg egy kétcsillagos. Kétcsillagos póni kéne. Nem. Na mindegy, ő csinál valamit? Nem? Jó! Jó, akkor... olyat fogunk még csinálni, mert azért tudjátok, hogy én kiszokom húzni a dolgokat. Úgyhogy lesz a Rewind Sweetapple Acres. És most menjünk egyet Rarával játszani.
mondjuk ez nem rara, hanem korolatúra. És mint szokásához szíven a játék ezt a hibát még mindig nem javítottak ki, de semmi baj, mert kilépünk és akkor második nekifutása már menni fog. Szóval menjünk egyet játszani koloratúrával, és az egyik erősítőt rá fogom költeni, most végre sikerült. Ott tartottam ugye már a témának, hogy nagyon haragszom most a fejlesztőkre, hogy a harmadik szellemet nem rakták be. Miért ez olyan baj lett volna, hogy berakják őt is ebbe a játékba? De Kenta, szerintem azért nem rakták be a harmadik szellemet, mert tudod, mert a szellemnek másmilyen a külseje, és tudod, ő nem térne el egy olyan léghajóba. Kit érdekel? Akkor csinálják meg úgy, hogy akkor ne léghajóval érkezzen, nem csak úgy megjelenjen. Jó, nem tudtam összekötni, nem baj. Azt hiszem, hogy most már eljöttem, hogy miért nem csinálták meg, de kit érdekel? Akkor majd lakik külön házba a másik két szellemmel ellentétbe. Hát hol érdekel az engemet? Nem érdekel. Ha már egyszer ezt kitalálják, akkor rakják be hiánytalanul az összes olyan karaktert, amit ezzel a frissítéssel el lehetne képzelni. És akkor irány vissza Ponyville. De egyiknek se jut eszébe, hogy tényleg azt berakják, vagy valami. Berakják. Tehát egyiknek se jut az eszébe, hogy akkor majd külön házat fognak neki csinálni. Hát a Pie família is külön lakik. Jó, Snowfall Frostot le lehet durrantani, persze, tudom én, de hát... Inkább megveszem majd bundle-be, különben is addig is nő a VIP pontom. Én ilyen VIP pontai nem sajnálom, mert most ez kit érdekel, legalább addig is haladok. Nézzük csak, hát még azért egy 3 bundle elférne nálam. Azon gondolkodok tényleg, hogy ezt megveszem, mert ez különben mennyi VIP pontot ad? Az nem, az pedig, oda nincs. Na jó van. Azt láthatjátok, hogy oda nincs kitéve, hogy hány VIP pont ad. Azt hiszem, hogy az elején ki voltak téve. Ja, 100-at ad, az nekem korrekt. Szóval, de lehet, hogy nem kéne megvennem. Most, majd megveszik legfeljebb a következő alkalommal, amikor bejön. Úgyis még Jason-t is meg tudtam venni, most így elmúlt minden szentek, vagyis hát Night éjszakája. De a night meg az éjszaka az ugyanaz, csak az egyik angolul, a másik meg magyarul mondjuk, Kenta. Nem baj, én így mondom, és nem magyarázzál. Elnézést. De ha már Jasonnél tartunk, úgyis vinni akarom őt is. Hol a háza az testőrnek? Mert ebben a térben nem ismerem föl. Ez? Ja. Na akkor ide játszani Jasonnel. Másik bónuszt elkötöm. Szóval akkor lenne az, hogy inkább kitalálnának egy külön házat a szellemnek, akkor ez a szellem nem itt lakna Ponyville-be, bár nem tudom, hogy például miért ide rakták be a szellemeket, hogy itt laknak Ponyville-be, amikor ezek Kenterlotti lakóknak számít. Nem lakóknak, de ezek inkább Kenterlotba kéne, hogy lakjanak. Na mindegy. De tényleg akkor legalább kitalálták volna azt, hogy akkor a harmadik szellem akkor már Kenterlotba lakik. Na mindegy. Lehet, hogy jövőre már beteszik. Majd lehet, hogy valami későbbi utólagos frissítése. Ki tudja. Majd még elválik. De tényleg azért jó lenne, hogy azt a harmadik szellemet beraknák. Hát azért elég jó haladtam most Jasonnel. Jó. Szerintem ennyi lett volna a játék már, mert más úgysem nagyon tudok csinálni, mert a küldetés még nincsen kész, még 8-szor kell ezt learatni. Szerintem az, ha jól jövök ki a lépésbe, akkor holnap ilyenkor már meg tudom csinálni. Mondom, lehet. Majd elválik. És hát igazából más póni itt viszont nem maradt. Amit most meg lehet szerezni, mert a szellem volt az utolsó. Tudomásom szerint ma van a napja, tehát amikor ez a felvétel készül, hogy ma van a napja annak, hogy le fog járni ez a keret, amikor meg lehet szerezni ezt a szellemet. Arra vagyok kíváncsi, hogy lesz is most egy új póni, amit meg lehet szerezni, vagy
vagy meg kell várni a hétvégét, amikor bedobnak egy újat. De mondjuk azért jó lenne, hogyha ide bedobnának még valamilyen pont, de szerintem nekem van az a sanda gyanúm, hogy az a másik két póni, aki úgy néz ki, mint Reality, meg Fluttershy, azokat lehet most megszerezni ebben a ebben a házban. Szóval nekem az a sanda gyanúm van, hogy most azok fognak jönni. De nem az, hogy hétvégén, hanem most, hogyha ez a szellem lejár, akkor ők jönnek három nap, ők közülük valamelyik lesz az. De ha netán tévednék, akkor én kérek elnézést. De szerintem azért kéne valami más pónit is ide berakni ebbe a házba, hogy addig is a emberek lefoglalják magukat valamivel. Na mindegy, hogyha tényleg bejön egy ilyen póni, akkor hát most mit csinálok, akkor ki kell vennem a pónikat, hogy videó kívül, hogy haladhassak vele, mert akkor ennek soha nem lesz így vége, hogy megszerezzem őt. És hát mondom, ezt a szellemet is csodával határos módon tudtam most is megszerni. Na jó, oké. Szóval akkor, de tényleg hol ez a szellem? Ezt azért még nézzük már meg. Előbb még itt mászkált. Csak meg akarom nézni, hogy nem beszélget a önmagával, tehát hogy AJ-jel. De azt sem tudom, hogy most hol van AJ, meg a szellem. Senkit nem tudok, hogy hol van. Azt hittem már, hogy titolti, hogy az a szellem, de nem az. Ott a szellem. És AJ meg hol van? Nem látom, na mindegy. Jó. Tényleg, hol van AJ? AJ, hol vagy? Nem fogom itt elhúzni az időt, nehogy azt higgyétek. Csak szeretném tudni, hogy hol van AJ. Az meg sajtos szendvics, aki valójában cheese szendvics akar lenni. Szellemet meg? Nem ott a szellem. De ki elbeszélget? Na! Mi ez a lag? De ki elbeszélget vajon? Na mindegy, itt a szellemmel fogom lezárni, úgyis ott van Luna hercegnő. Ja, ott van AJ, már látom! Na, közeledik egymáshoz a két póni. Ja, csak most AJ leállt beszélgetni. Discorddal. Na szellem, nem mész arra föl? Nem. Elbeszélget Pinkie Pie-jal. Szellem az nem a cimborád. Na mindegy, szimbolikusan végül is az. Na jó, értitek a lényeget. Jó, akkor ennyire lett volna már a My Little Pony Game Lost, és akkor legközelebb minden fogom folytatni, ami következő alkalom, amikor reméltek addigra elkészülök a küldetéssel. Úgyhogy köszönöm minden kedves nézők a filmet és viszlát. A következő videómban valami külön minden Brawnyak és Pegasitek pedig külön bruhufésű viszlát. És persze továbbra is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.